Dolgoznak a szakemberek, megszépül a Dunakömlődi faluház. Az épületet 1993-ban adták át, azóta külső rekonstrukciós munkálatok nem történtek. A kivitelezést a Fritsch és Prantner festő és felújító BT végzi. A beruházás részönkormányzati keretből biztosított közel 6 millió forint értékben. Az egész faluház külső rész festése, javítása, hálózása, élvédőzése, gyakorlatilag az egész deszkákat festeni, az egész körben fel lesz újítva, újjá lesz festve. A munkaterület átadás szeptember 22-én történt, a felújítás a terveknek megfelelően halad. Itt ezt a végfalat, ami mögöttem van, az össze volt repedezve téglánként, az le lett hálózva, lettelve, és úgy lesz majd festve. Többi az meg javítva, meg a frekventált helyeken érvédők lesznek föltéve, ahol könnyen leverik. Faragóné Kertész Aliz, a faluház vezetője elmondta, a munkálatok nem akadályozzák az intézmény rendezvényeit, így a nyugdíjasok tea délutánját, a tánccsoportok és a drámások próbáit is megtartják, újdonságként pedig szenior tánc is lesz, de szalagtűzőnek és töknapnak is helyet ad az épület a közeljövőben. Az esküvőknek már véget ért, és megvártuk az állványozás utolsó esküvőt, megvártuk a születi napot. Már családi rendezvényünk azért az lesz még, meg sportköri rendezvények, de azok is hétvégén, de ilyen nagy jellegű, ilyen esküvős azok már végeztünk majd jövőre. A kivitelezés a tervek szerint október végére elkészül.